Legutóbb 2011-ben rendeztek Szabó Csupa néven úszóversenyt, akkor még a Sóstó is sátor alatt, szombaton viszont már egészen más körülmények között versenyezhettek a 10 év szünet után felélesztett viadal résztvevői. A házigazda nyíregyházi sportcentrum mellett 15 egyesület versenyzői álltak rajtkőre. A 170 úszó között volt 5 Szlovákiából érkező versenyző is. Az egyéni és váltószámokkal együtt mintegy 600 rajtot regisztráltak a szervezők. Sok versenyszámban indultak a hazai versenyzők, olyanokba is, amiben általában nem szoktak, tehát a sajátuktól egy kicsit elvonatkoztatva. Én azt szerettem volna, hogyha sokan, és ez sikerült is, a ranglistán egyre jobban jövőket úsznak és egyre feljebb kerülnek. Én úgy gondolom, hogy nagyjából sikerült is ezt teljesíteni. Elkészült a jegyzőkönyv, körülbelül 54 darab érmet szereztek, nem körülbelül, váltószámokban, illetve egyéni számokban, illetve volt egy érdekessége a versenyünknek, ami máshol sehol nem jellemző. Volt egy 200 méteres csak gyorsúszó kar, illetve 200 méter gyorsúszó láb versenyszám. Ez nálunk nem volt jellemző, de nagyon-nagyon régen ezt rendezték Budapesten, a Szécsi Tamásnak volt egy ilyen elképzelése, hogy versenykörülmények között edzésfeladatokat hajtottunk végre. A nyíregyházi úszókra még 2 verseny vár az év utolsó hónapjában, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen állnak majd rajtkőre a sportcentrum versenyzői. A Hajós Alfréd Kupa lesz szombaton, Debrecenben, utána 15-16-17-én menjünk Hódmezővásárhelyre egy 3 napos cikluszáró verseny, ez egy nagyobb lélegzetű verseny, ez elődöntő döntős lebonyolítással. És utána még 22-23-ig az edzések napi egyedzéssel, már reggeli edzéseket kicsit félretesszük. Készülünk, illetve a két ünnep között lesz egy kis átmozgató, kis beiglioszlató, könnyed mozgás, és január 3-ától folytatjuk tovább.